Köszönjük szépen! Azért bemutatnám én is a zenekar tagjait. Benko Ákos a doboknál, Horváth Balázs Bögő, Borbély Mihály fúvós hangszerek, és Binder Károly zongora. Nagyon szépen köszönjük! Amikor az öltözőben ültünk, a legnagyobb problémát az okozta nekünk, hogy milyen sorrendet állítsunk föl. És itt ültünk, és beálltunk, és próbáltunk, és esküvőket láttunk, és legalább 4 esküvő volt itt délután a téren. És arra gondoltunk, hogy akkor az első szám az lesz, hogy legény búcsú. Az első számnak az volt a cím, hogy legény búcsú. Úgyhogy segített nekünk ez a sok szép esemény, ami itt volt ma. Úgyhogy ez volt az első darabunk. A második kompozíció Borbély Mihály szerzeménye, Staféta címmel, és ezen a gyönyörű szép hangszeren játszik. Ennek a hangszernek az a neve, hogy fujara.
Köszönjük szépen! Ez volt tehát a staféta, ahogy Karcsi mondta, az én szerzeményem. Az első darab egyébként pedig Binder szerzemény volt. A címe ugye a Legénybúcsú. Ehhez a számhoz csak vissza, hogy nagyon ritkán játsszuk már a saját zenekarommal is. Karcsival 97-ben azt hiszem játszottunk először egy, tehát csináltunk először egy lemezt, azon játszottuk duóba, és aztán a zenekarral is néha elő szoktuk venni. Nekem ez egy ilyen nosztalgikus szám, mert ez nagyon régi szerzeményem a 90-es évekből, az 1900, tehát nagyon öreg vagyok, de ez 1900-as években volt. És ahogy itt a bevezetőben is mondták, hogy folk, jazz területén működünk, erről mindig az jut eszembe, hogy egyszer egy fesztiválon játszottunk, és lementünk a kollégákat hallgatni, és előttünk két fiatal úgy ácsorgott és hallgatta, és egy ilyen hasonló ilyen folk etno formáció volt, és így nézték egy darabig, hallgatták, majd az egyik megbökte a másikat. Te ez ilyen agrár jazz, menjünk már innen! Azóta én ezt használom, tehát ez a Binder Borbé agrár jazz kvartett. És akkor most következik ismét egy Binder Károly szerzemény, a címe az öreg visszatérés mítosza. Thank you.
Borbé Mihály szerzeményét hallották, Be By Me Tonight címmel. Gyere hozzám estére, ez a magyar címe. Hát mindenki eldönti, hogy most jó koncertre jött-e, mindesetre. Ez volt a Misi darabja, és most pedig Szél árnyékban Kicsi madár. Ez is a Misinek a szerzeménye. Épp csak röviden két dolog. Az egyik a tárogató, amit nagyon szeretek használni, és hát ha már itt ugye a Sirius hagyományát és hagyatékát ápoló zenekar lépett fel, Magyarországon az első törekvés a jazz és a folk közelítésére az épp Rádúj Mihály nevéhez fogható most, olyan, vagy köthető olyan értelemben, hogy a tárogatót ő használta először, aztán ő azt mondta, hogy nem kapott igazán jó hangszert, de volt egy jó pár koncert, ahol ő tárogatozott. De nagyon érdekes, hogy ha történelmileg nézzük, az 1960-as évek második felébe a jeles gitáros Zoller Attila, aki már akkor rég Amerikában él, csinált egy lemezt, az a címe, hogy Gypsy Cry, és ezen egy amerikai szaxofonos tárogatózik, Luta Bakinnak hívják, és csak tárogatózik. Mesélte, hogy úgy történt ez, hogy két nappal a felvétel előtt ment a Attilához megbeszélni, hogy milyen számokat játszanak, és az mondta neki az Zoller, hogy a tenor szaxofont felejtsd, de azt ne is hozd, ezen a hangszeren fogsz játszani, és adott neki egy tárogatót akkor két nappal előtte. Eszeveszetten gyakorolt meg nádakat, fúvókat fabrikált. Egy gyönyörű lemez, mindenkinek ajánlom, a YouTube-on is fel van, tehát Zoller Attila, Gypsy Cry, gyönyörű, tehát ez a jazz történet első tárogatózása, és ez a Luta Bakin egyébként a Borbé műhelyen vendégünk is lesz, novemberben lesznek majd koncerteink vele. Egy különös találkozás lesz, egy legendás 77 éves szaxofonos fog bennünk játszani, aki először tárogatozott a jazz történetben. Most pedig egy olyan darab következik, ami balkáni ritmusba és dallamba öltöztette át Charlie Parker egyik szerzeményét.
Meg Ákos.